25 év, 25 kilométer. Futással ünnepelte Miskolc és Aschaffenburg a testvérvárosi kapcsolatát. A civil szervezetek szerepe és lehetőségei Magyarországon ismét elindult a szeminárium az egyetemen. Megalakulásuk 28. évfordulóját ünnepelték, rendhagyó edzőtábort tartottak az Aikido miskolci képviselői. Jó estét kívánok! A Miskolc Televízió híradóját látják, jönnek a részletek. Őszinte kérdésekre őszinte válaszokat kell adni, hogy a választók dönteni tudjanak, Jakab Péter szerint. A Jobbik miniszterelnök jelöltje szülővárosában Miskolcon a színvateraszon folytatta kampány körútját kedden délután. A politikus azt kérte a miskolciaktól, hogy támogassák miniszterelnök jelöltként, és az ellenzéki összefogás jegyében Hegedűs Andrea és Szilágyi Szabolcs mögött sorakozzanak fel. Olyan miniszterelnöke van ennek az országnak, aki nem mer idejönni közétek. Így fogalmazott Jakab Péter kampány körútjának miskolci állomásán. A Jobbik miniszterelnök jelöltje a jelenlegi kormány gazdaságpolitikáját bírálta. Beszélt a többi közt az alacsony bérekről, a magyar kis- és középvállalkozók nem megfelelő támogatásáról. A politikus a problémák között említette továbbá az alacsony nyugdíjakat és az évek óta stagnáló családi pótlékot. A politikus szerint megoldandó probléma, hogy a férfiak 40 éves munkaviszony után nem mehetnek nyugdíjba, de eltörölték például a szolgálati nyugdíjat is. Emellett a fiatalok lakáshoz jutása még a támogatások ellenére sem megoldott. A Jobbik miniszterelnök jelöltje elmondta azt is, hogy a mostani ellenzék képes összefogással megdönteni a jelenlegi kormány hatalmát. Jakab Péter felhívta a figyelmet az elszámoltatásra, és beszélt arról, hogy megválasztása esetén milyen terveket valósítana meg. Nem óriás plakátokon, meg nemzeti konzultációkon keresztül kell üzengetni, hanem a szemükbe kell nézni, őszintén várni kell a kérdéseket, és azokra nyílt őszinte válaszokat kell adni, azért, hogy a választók el tudják dönteni, hogy ki legyen az az egy, aki itt helyben kihívja a Fidesz jelöltjét, és ki legyen az az egy, aki miniszterelnök jelöltként kihívja és jövőre le is győzi Orbán Viktor. A miniszterelnök jelölt úgy fogalmazott, nem a nép van a kormányért, hanem a politikusok, az állampolgárok beosztottjai. Ezért arra kérte a fórum résztvevőit, hogy adjanak felhatalmazást, hogy az ellenzék miniszterelnök jelöltjeként kihívhassa és legyőzhesse majd Orbán Viktort. Jakab Péter hozzátette, kiáll Hegedűs Andrea és Szilágyi Szabolcs mellett, ezért kérte a szavazóktól, hogy az országgyűlési képviselőjelölteket is támogassák. Futással ünnepelte Miskolc és a németországi Aschaffenburg testvérvárosi kapcsolata 25. évfordulóját. A partnerségben aktívan résztvevő iskolák mellett a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület 5 fős csapatai is indultak a futáson, akik egyenként 5, összességében 25 kilométeres távot teljesítettek a Hősök teréről indulva. Az évfordulóról vasárnap is megemlékezik a két település. Éjjel Miskolc és Aschaffenburg 25 éves kapcsolata. És akkor kezdődjön az a futás. Veres Pál polgármester jelzésére indult a futás a Hősök terén a testvérvárosi fasor Aschaffenburg fájától. 2021-ben lett negyedszázados Miskolc és Aschaffenburg kapcsolata. A 25 éves évforduló alkalmából több programot rendeznek, ennek első eseménye volt a sportos nap. A résztvevők egyenként 5 kilométeres, összességében 25 kilométeres távot teljesítettek, utalva a jeles évfordulóra. Ugyanezt a futást Aschaffenburgban is megrendezték. Az iskolánkban cserediák program keretein belül minden éven akár német Aschaffenburgba diákok, vagy a miskolci diákok utaznak külföldre, és ezáltal cserélnek országot, helyet és iskolát, és éppen ezért képviseltetjük magunkat a mai napon, mert fontos számunkra ez a kapcsolat is az, hogy építsük ezt a bizalmat, amit belénk vetettek. A testvérvárosi partnerségben aktívan résztvevő iskolák mellett a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesület csapatai is indultak a futáson. Az ő testvérvárosi kapcsolatuk is 25 évre nyúlik vissza a német lánglovagokkal. Ha elmegyünk egymáshoz, akkor szakmai dolgokat is szoktunk nézni, tehát a felszereléseket, megbeszéljük az ottani káreseteket, ők olyuk, hogy dolgozzák fel, mi hogy dolgozzuk fel, utána még egy csapatépítés, tehát megnézzük a helyi látványosságot, ugyanúgy, mint ők nálunk, hogyha eljönnek.
Az Aschaffenburg és Miskolc között létrejött testvérvárosi kapcsolatot 1996-ban pecsételték meg, és azóta is rendszeres látogatásokkal ápolják. Nagyon fontos egy város életében az, hogy ilyen testvérvárosi kapcsolatokkal rendelkezzen, élő testvérvárosi kapcsolatokkal, hiszen egyrészt megismertethetjük a városunkat másokkal, másrészt jó gyakorlatokat ismerhetünk meg más város tapasztalataiból, és kulturális, turisztikai, gazdasági együttműködéseink kiteljesedhetnek, amiből mindannyian profitálhatunk. Vasárnap délelőtt 10 órától folytatódik a program a Szent István téren. A polgármesteri köszöntők után felváltva kapcsolják online Aschaffenburgot és Miskolcot, hogy mindkét település bemutassa prezentációját. Újra elindítják a civil szervezetek szerepét és lehetőségeit vizsgáló kurzust a Miskolci Egyetemen. A kampusz és a miniszterelnökség együttműködésében tavaly első alkalommal indult el a szeminárium. A tárgyat bármelyik kar hallgatója felveheti, és a tavalyi tapasztalatok azt mutatják, hogy nagy az érdeklődés iránta. Az országban egyébként mintegy 400 ezer önkéntes vállal szerepet a civil életben, és 60 ezer szervezet működik. Ezért is fontos, hogy a fiatalok megismerjék a munkájukat, hangzott el a mai sajtótájékoztatón az egyetemen. Második alkalommal hirdette meg közös szemináriumát a Miskolci Egyetem és a miniszterelnökség. A civil szervezetek szerepét és lehetőségeit vizsgáló kurzusra október 12-ig bárki jelentkezhet, aki a kampusz valamelyik karán tanul, függetlenül attól, hogy nappali vagy levelező képzésben vesz részt. Legfontosabb feladatunk, mint egyetem és mint fenntartó alapítvány, hogy segítsük ezt a kapcsolódást a társadalommal, a gazdasággal, az igényekkel, az állami, üzleti élet, az önkormányzati élet szereplőivel. És úgy gondolom, hogy ez a kurzus mindenképpen hozzájárul ahhoz, hogy érzékenyítsük a hallgatókat ebben a régióban a társadalmi problémák iránt. A Miskolci Egyetem volt az első, amely ezt a szemináriumot elindította tavaly, azóta pedig már a Gödöllői Egyetemen is elindult a képzés. A tanulók mindent megtudhatnak, amit a civil szervezetekről tudni lehet. Szó lesz többek között a civil szervezet alapításáról, a környezet és klímavédelemről, az önkéntességről és az adományozásról is. Egyáltalán el tudjanak igazodni a civil szektornak az őserdejébe, hiszen nagyon sokfajta tevékenységet folytató szervezet van, és igyekszünk ezekre rálátást adni, illetve abban is segítjük a hallgatókat, hogyha maguk gondolkodnak azon, hogy valami fajta irányba elinduljanak, akkor ez hogy történik? A szeminárium teljesítéséért 3 kreditet kapnak a hallgatók. Tavaly nagy sikernek örvendett a kurzus, több mint 30-an jelentkeztek, és eddig úgy tűnik, idén is nagy az érdeklődés. Jelentős az érdeklődés itt Miskolcon, ezért ez egy kisebb egyetem, de jelentős, nyilván örülünk neki, hogy még egyszer befogadták a szemináriumot. Itt most 30 környékén vagyunk, tehát itt is körülbelül ugyanaz a dimenzió, ezek szép számok. A helyettes államtitkár hozzátette, az országban 60 ezer civil szervezet működik. Ezért is fontos, hogy a hallgatók számára is elérhető legyen egy olyan tantárgy, amely a szerepükről, munkásságukról és lehetőségeikről szól. Már van meleg víz az Avas 1-es ütemben. A szakemberek egy hibás távhővezeték szakasz javításán dolgoztak a középszer 7 és 9 között. A több mint 40 éves vezeték még augusztus végén hibásodott meg, és a Mihő azonnal felvette a kapcsolatot a földmunkák elvégzésével megbízott kivitelezővel. Kiderült, hogy egy olyan szerelvény hibásodott meg, amilyet már nem gyártanak, ezért megrendelték a helyettesítő szerelvény legyártását. A hőszolgáltatónak 2 lehetősége volt, vagy kizárja a hibás szakaszt a javítás végéig, és akkor akár több hétig meleg víz nélkül maradt volna az Avas 1-es ütem, vagy a javítás megkezdéséig a hibás vezetéken üzemelnek meleg vízszivárgás mellett. A Mihő ez utóbbi mellett döntött. Kedden a helyszínre megérkezett a legyártott szerelvény is. Ennek megfelelően kollégáim is előkészültek a hiba elhárítási munkálatokhoz, emiatt a tegnapi napon reggel 8 órakor kizárták a melegvízszolgáltatást, jelenleg is zajlik a hiba elhárítás, a szerelvény beépítése, amely után várhatóan a késő délutáni órákban sikerül majd visszaadni a melegvízszolgáltatást. Elkezdődött a hivatalos fűtési idény, ami a jogszabályoknak megfelelően május 15-éig tart.
A MIHŐ a lakóközösségekkel kötött megállapodás szerint automatikusan elindítja a távhőszolgáltatást szeptember 15-én, ha a napi átlagos külső középhőmérséklet egy napon keresztül 10 fok alatt, vagy 3 egymást követő napon 12 fok alatt marad. A következő napokban azonban a csúcshőmérséklet 25 fok körül alakul majd, ezért a MIHŐ egyelőre nem tervez fűtésindítást. A lakóközösségek azonban dönthetnek másképp. Ezt az egy hőközponthoz tartozó összes társasház közösség írásban a fűtési megbízottakon vagy a közös képviselőn keresztül jelezheti a MIHŐ Kft. Felé. Rangadó a javából. Adásunkkal egy időben 18 órától a labdarúgó MB2 8. fordulójában a DVTK hazai pályán játszik a lista vezető Nyíregyháza ellen. A tét nem kicsi. Ha sikerül a legutóbb a Győr otthonában döntetlent játszó pirosfehéreknek nyerniük, akkor 2 pontra közelíthetik meg a jó formában lévő vendégeket. Tétmérkőzésen egyébként utoljára 7 éve csapott össze a Diósgyőr és a Nyíregyháza. A mérkőzésről csütörtöki híradónkban láthatnak bővebb összefoglalót. Különleges eseménnyel ünnepelték megalakulásuk 28. évfordulóját az Aikido miskolci képviselői. Az ünnepi találkozón részt vett Szabó Balázs, haddanos mester, aki rendhagyó edzőtábort tartotta miskolci, szerencsi és tiszaújvárosi tanítványoknak. Az alsó kezét egyszerűen megfogom, a felső kezemben egy kis trükk, előre fordítom. Egy haddanos mester elegáns és ellentmondás nem tűrő mozdulatainak segítségével gyarapíthatták tovább tudásukat a 28. jubileumi Aikido edzőtábor résztvevői Miskolcon. A Magyarországi Dojók Edzőtermek Egyesületének tiszteletbeli elnöke, aki az ELTE japán tanszékének helyettes vezetője kezdte el az oktatást Miskolcon, így minden esztendőben legalább egyszer meg is látogatja tanítványait. Az Aikido egy viszonylag különleges harci művészet, mivel hogy nincsenek versenyek benne, kifejezetten csak a technikáknak a tanulására, gyakorlására van kihegyezve. Ugye régi csoport, a miskolci csoport, úgyhogy már magasabb fokozatú tagokkal van ellátva, hogy ez a fekete alsó rész, ez a fekete övnek a szimbóluma az Aikidóban. Miután a technikák nagyon sokféle tempóval, erővel hajthatók végre, így szinte a kezdők esetében sincs semmilyen sérülés veszély, és a tanulás is folyamatosabb. Erre is vezethető vissza az a tapasztalat, hogy gyermekek és fiatalok, illetve hölgyek is tanulhatják a test és a szellem tökéletesítésének tudományát. Az Aikido alapkoncepciója ugyanis az, hogy az ellenfél erejének elvezetésével, ennek a lendületnek kihasználásával dobják meg, billentik ki a küzdő felett. Mindenkinek más fontos egy harcművészetben. Van, aki a mozgás szépségét keresi, valaki a mozgáskultúra iránt érdeklődik, van, aki önvédelmet szeretne tanulni, van, akinek a harcművészetnek a szellemi értéke fontos számára, van, aki csak egyszerűen, van olyan tanítvány, aki egyszerűen csak mozogni akar és jól érezni magát. A Miskolci Egyesületet is érintette a világjárvány, aminek okán hónapokig nem tudtak gyakorolni, viszont szerencsések is voltak egyben, hiszen azon klubok közé tartott, akiknek nem kellett bezárniuk, újra tudtak nyitni, és folyamatos a képzés a Miskolci mellett a Szerencsi és a Tiszaújvárosi helyszínen is. Csütörtökön is meleg időre van kilátás, de pénteken érkezik a hideg front. A részletekről bővebben a híradó után kezdődő időjárás jelentésben hallhatnak. Friss hírekkel holnap is várjuk Önöket. Maradjanak velünk, hamarosan kezdődik az egészségpercek. Videóinkat a minap.hu-n és a Minap YouTube csatornáján újra nézhetik, de kövessenek minket Facebookon és Instagramon is. Én kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket. További szép estét és jó tévézést kívánok, viszontlátásra!